Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, és minden hírekben arról hallunk, hogy jön Ferenc pápa, és az egész Magyarország valamiképpen készül erre a nagy eseményre, de mi már hetek óta foglalkozunk Ferenc pápa pápai működésével és tanításával, és ha Isten érthet, akkor a pápa látogatás után is még ezt a fél évet Ferenc pápa tanításának fogom szentelni. Most a idejövetele az egybeesik, Húsvét negyedik vasárnapjával, a Jó Pásztor vasárnappal, Hát ez is lehetne szimbólum, hiszen az ő élete az egy alapvetően lelkipásztori beállítottságú pápaság és primátus. Ez a vasárnap, a jópásztor vasárnapja az mindig valamelyik evangéliumnak, de hát János evangéliumának a jó pásztorról, az akorról, a kapuról szóló tanítását hozza elénk, és éppen ezért a katolikus egyházban ezen a vasárnapon papi és szerzetesi hivatásokét imádkoznak. De érdemes még egy pillantást vetni Jézusra, mint a jó pásztorra, ő maga magára alkalmazta ezt a megnevezést. A többi jelzője, hogy a tanító, a messiás, a Krisztus király, vagy a próféta, mert mindegyik illik rá, nem annyira sajátságosan az ő szava volt, mint éppen a jó pásztoré mert ő mondta magáról, hogy én vagyok a jó pásztor. Az Ószövetségben Isten tartották a nép jó pásztorának. Van is egy gyönyörű Zsoltár, ha úgy veszem 22-es, ha úgy veszem a 23-as számozású, attól függ, melyik beosztású, az Úr az én pásztorom. De az ószövetségi ember megvallotta, hogy Isten minden körülmények között vele volt, ő volt a pásztora. Egy olyan kép volt a közel-keleten, amit mindenki értett, de nem kell a mai időkben sem különösebben magyarázni, hogy mit jelenthet az, hogy valaki a jó pásztor. Ezzel, hogy Jézus. Önmagát jó pásztornak mondta, isteni öntudatát is kifejezte, mert ő azt a gondoskodást, azt a, a védelmet adja a népnek, amit maga az Isten adott az Ószövetségben. Tehát ő maga most a megtestesült, Isten fia, ebben a szép zsoltárban rejtett módon benne van Jézus Krisztusnak az isteni öntudata. És hát éppen ezért ezt a vasárnapot mindig felhasználjuk arra, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hiszen az valamiképpen Jézus pásztori munkájának, küldetésének, hivatásának a történelemben való továbbvitele. Ferenc pápa azon pápák közé tartozik, aki a pastorációban, ugye még a szó is innét származik, a pásztorkodásból sok időt eltöltött. Ha megnézzük a 20. századi pápákat, akkor azt látjuk, hogy általában a teológia elvégzése után egy-egy nagyon rövidke ideig kim voltak a nép között lelkipásztori munkában, még egy Szent II. János Pál pápa is, de aztán bekerültek a felsőbb oktatásba, vagy pedig bekerültek magába az egyházi vezetésbe, hát végigjárva azt a létrát, ami a pápasságig vezetett. 20. század elején 10. Szent Pius pápa volt az, aki volt plébános is. Hát Ferenc pápa is, ő Argentinában volt plébános is, Többféle feladattal megbízta a Jézus a rend, de volt ilyen feladata is, hogy plébános volt valamely templomnál és, és plébánián. Hát ebben a szóban benne van az, hogy pleps, hogy nép, hogy a nép között van annyit jelent ez a plébános szó eredetiben. Valamikor az ősegyház idején, a városokra koncentrálódott az ige hirdetés, de amikor már a többé-kevésbé átjárta a keresztény élet Európa több részét, akkor nem csak a városokon, hanem vidékeken is kellett ilyen lelkipásztori állomásokat felállítani, ezek lettek a plébániák, akik ott éltek a nép körében. Na már most Ferenc pápa Argentínában született, és Argentínában tapasztalta meg a lelkipásztorkodásnak a nép közötti formáját. Tudjuk azt, hogy Dél-Amerika számszerűen, a legkatolikusabb földrész az összes között, még mind a mai napig is, amikor <kör> nagyon nagy a la laicizáció, meg a szekularizáció, még azt lehet mondani, hogy a népi vallásosságot tekintve mindig elől áll egy, egy Dél-Amerika, így Argentína is. Legfrissebb adatok szerint még mindig 66%-a vallja a népesség maga magát katolikusnak. És ebben a közegben, érdekes módon, hogy nagyon nagy társadalmi különbségek voltak, hiszen bevándorlók alkották jó sokáig Argentina népét főként spanyolok és olaszok, meg hát az őslakosság, lakosság, de hát a kapitalizmus ott nagyon kiélezte a társadalmi viszonyokat. Ennél fogva nagyon korán fölé lett az a gondolat, hogyha egyszer kereszténynek mondjuk magunkat, akkor nem lehet azt eltűrni, hogy Hát széles rétegek nagy szegénységben éljenek, miközben van a társadalomnak egy olyan rétege, amelyik nemhogy luxus, hanem hát ilyen, ilyen krőzusi körülmények között él. És hát, hát nyilván, hogy a szellemi dolgok azok áramlanak a világban, a marxizmus szele is becsapódott az amerikába éppen ezeket a társadalmi gondolatokat a 19. században fölvetette, de azért eredendően egy evangéliumi eszmét akartak megvalósítani, hogy legyen az egyház jelen a szegények között. Nem maradjunk meg a falak között, hanem lépjünk ki a szegények világába. Innét is eredhet Ferenc pápának az a gondolata, hogy legyen a mai egyház is, kilépő egyház. Kommunizmus alatt nagyon szerették volna azt a hatalom emberei, hogyha mi megmaradunk a, a négy fal között legyen az a templom, vagy esetleg a plébáriának a szűk kerete. Hogy oda valaki bemegy elintézni valami dolgot, hát fogadja a pap, de ne legyen jelen a nép között. Ez volt a törekvés. Ezért volt minden intézménynek a megszüntetése, ezért volt a hitoktatás is lesrófolva, a legkisebb lehetőségre, és hát egyáltalán megtiltották azt, hogy mi valamiképpen a közösségek formálásában részt vegyünk. Na most ez a lehetőség most megadatott, hogy kiléphetünk, csak sajnos több a, több a feladat, mint a mi erőnk. De a pápa azt mondja, hogy legyünk kilépő egyház, az emberek közé lépő. Ő ezt megvalósította, hiszen ott, amikor lelkipásztori munkát folytatott, akkor mondják róla, lehet tudni róla, hogy ott is elment a szegény negyedekbe misézni, <tosz> tehát ez nem újdonság a Ferenc pápának, hogy keresi a szegényeket, mint itt Magyarországon is majd, Külön kerít egy alkalmat arra, hogy a rózsák terén szegény emberekkel találkozzék, de még a társadalom perifériájá lévő emberekhez is mindig előszeretettel megy el. Majdnem azt lehet mondani, hogy <kül> meg is botránkoztunk, amikor ugye az első nagy sütörtökön, nem a Szent Péter bazilikában, vagy nem a lateráni bazilikában, tartotta meg az utolsó vacsorát, azt rábízta egy bíborosra, és bement a börtönbe a bűnözők közé, akik ott el vannak ítélve. És odament, még a lábmosás szertartását is elvégezte. Ő ezt máskor is megtette, tehát valahogy az argentinai gyakorlatból is hozta ezt a lelki-pásztori viselkedésű módot, hogy gyerünk ki az emberek közé, erős szociális érzékkel, s hát ő maga is szívesen járt a közhasználatú járműveken, úgy járt be az érsekségre, és ott is emberekkel találkozott. Másik ilyen gondolata az, hogy meg kell őrizni mindazt a hagyományt, ami az embereket emlékezteti a kereszténységre. Hát Dél-Amerikában is hát vannak olyan szokások, amelyek szinte a mi szemünkben nézve súrolják a, a babonaság határát, de valahogy azt is elfogadta, amikor a dél-amerikai kongresszus volt, hogy ha őriz valami ősi értéket, ami rokonítható a kereszténységgel, akkor azt őrizzük meg. Tehát valahogy, mintha nekünk is azt mondaná, hogy nem szabad a néphagyományt megszüntetni. Nyilván, hogy mind olyan dolog, ami hát tényleg már babonás vagy, vagy teljesen ellentétes a keresztény felfogással, azt ki kell hagynunk nekünk is a paraliturgiákból is, de ugyanakkor, ha van egy jó olyan néphagyomány búcsújárásban, vagy más szokásokban, ami az embereket a keresztény életre emlékeztetik, akkor azt tartsuk meg. Aztán az irgalmas egyháznak a gondolatát előtérbe hozza, hogy ő így fogalmaz, hogy Isten nem szűnik meg bűnbocsánatot adni nekünk, ha kérjük tőle, hogy az egyháznak ezt kell hirdetnie, <kül> Isten irgalmát, hiszen maga Jézus Krisztus is Isten irgalmát hirdette, a legszebb példabeszédei erről szólnak, és maga maga is, a társadalomban lévő elesettekhez, de a bűnösökhöz is irgalmat mutatott és, és gyakorolt. És hát mindig azt mondja a páp, hogy a legfőbb törvény a lelkek üdvössége. Suprema lex salus animarum. És hát ugye itt volt a közelmúltnak ez a migráns áradata, amiben hát ő ő különösen is hát, felszólalt, voltak is ilyen, ilyen különböző lépéseket adó tanácsai, hogy fogadjuk be, védelmezzük, tanítsuk őket, integráljuk őket, viszont ő arra kevesen figyeltek, hogy ő azért mindig a törvényességre is figyelt, illetve azt mondta, hogy minden állam annyit fogadjon be, amennyit erejéből telhetően be tud fogadni. És úgy gondolom, hogy a mi helyzetünkben, ahol ugye a magyar állam azt mondja, hogy olyanok ne jöjjenek ide be, akiknek nem tudjuk a, a múltját, illegálisan senki ne jöjjön be ebbe az országba. Az államhatalomnak ez a, a feladata, de ugyanakkor a magyar állam azt mondja, hogy ne idehozzuk a bajt, hanem menjünk oda, ahol segíteni tudunk, és azt lehet mondani, hogy ez a kis ország a Hungary Health programmal sokkal többet tesz a migráció megoldása ügyében, mint a nagy államok, akik nagy garral hirdetik, hogy fogadjuk be a migránsokat, és ugyanakkor hát nem törődnek azzal, hogy ha csak befogadunk migránsunkat, és azok nem integrálódnak, akkor egy párhuzamos társadalom alakul ki, aminek súlyos következményei lehetnek. Aztán mondja, hogy közvetlen kapcsolatban legyünk az emberekkel, ugye szokása ilyen, hogy fölhív embereket, de a más felekezetekkel, a más vallásokkal, zsidókkal, muszlimokkal legyünk párbeszédben, és hát azért is tetszett neki a, a eukaristikus eukarisztikus kongresszusnak a logója, hogy a, meg hát a mostaniban is, hogy ott a láncít, hogy építsünk hidakat az emberek között. Egyébként a, a püspöknek ilyen jogi megjegyez, megnevezés, hogy pontifex, hídverő, annyit jelent, hogy Isten és ember között, ember és ember között verjünk hidat, keressük a dialógust, az egymással való találkozást, és ne zárkózzunk el. És hát ezt szerette nagyon hangsúlyozni, hogy főként ugye a pápasága elején, most már tíz éves a pápasága, és ugye a lelkipásztor, legyen bárány szagú. Előzőleg, hát nem tudom, ő mondta, vagy így fordították, de rögtön megállapítottam, hogy hát ez így nagyon eufémisztikus, amikor azt mondjuk, hogy bárány illatú legyen a pásztor. Nekem volt bárányom, meg volt rá alkalom, hogy mit tudom én, Hortobágyról, én nagybátyámmal mentünk a vittünk egy terautó birkát, nekem csak hátul jutott hely a platón. De tudom azt, hogy ezek nem illatoznak, hanem erőteljes szagot árasztanak, sőt, még az is emlékezetemben van, hogy amikor elsős gimnazista voltam karácsonykor, helyi tanár úr egy valóságos pásztorjátékot adatott elő, néptáncnak volt nagy ö, ilyen mestere, de hát ez is bele tartozik abba, amit a pápa mondott, hogyha valami jó, akkor azt föl kell használni az evangélium hirdetésébe, és akkor még volt a kecskemét környékén ilyen nyágyat nyegyelt, legeltető pásztorok, és kértek tőlük suvákat. Mi azokba öltöztünk bele, hát azok olyan kimondhatatlan büdössek voltak azok a subák, hogy hát messziről bűzlöttek, és hát ugye nem véletlen, hogy Kecskemét városában, ugye a 17.-18. században hoztak egy törvényt, hogy amikor ezek a mezei pásztorok bejönnek a városba, akkor kötelesek alapos mosakodást végezni, mert nem lehetett a környezetükben megmaradni. Ezt mindet csak azért mondom el, hogy amikor bárányszagú pásztorokról beszélünk, akkor ezzel azt is kifejezzük, hogy igen, a lelki pásztori életnek vannak olyan feladatai, olyan nehézségei, amik hát nem tartoznak a legkellemesebbek közé, Hát ahogy egy orvos is, amikor elmegy minden olyan helyre, hát mi is első péntek és utakon megyünk a legszegényebb. Én voltam olyan helyeken, hogy, hogy plébánosom figyelmeztetett, hogy ne ülj le, mert valami kis állatkát is magaddal hozol, tehát ilyen bolhát vagy hasonlókat, ugye? Tehát vigyázni kellett arra, hogy hát az ember még egy arc mozdulatával se, fejezze ki azt, hogy én most ide undorodom bejönni, ugye? Tehát, hanem, hogy ott vagyok az emberek között. Tehát ezt akarja mondani a pápa, amikor találkozunk emberekkel, hogy tényleg fogadjuk el őket, és onnét kezdjük őket fölemelni. Igen. Tehát ő az a pápa, aki nemcsak, hogy tanítja ezt, és úgy, úgy, úgy mondja, mi szidja sokszor a papokat is, de ő maga is megteszi, hogy így megy ezek közé, az emberek közé. De ugyanakkor erre a vasárnapra mi úgy is gondolunk, mint a hivatás, papi hivatás vasárnapjára, hiszen ez örök gondja az egyháznak. Jézus azt mondja, hogy kérjétek az aratást, urát küldjön munkásokat aratásába. Mert mondhatnánk azt, hogy Hát Isten megoldhatná azt, hogy valami módon úgy teremti meg az embereket, mint az Ószövetségben, hogy van egy kaszt. Ugye ott volt a Lévi törzse, aki beleszületett, hát az a papirentész tartozott, aztán voltak a kónok, a papok voltak, de nem így a katolikus egyházban. Annál is inkább, hogy a katolikus papság cölibátusban él. Tehát nem lehet azt mondani, hogy családi örökségként viszi magával, tehát nem úgy van az, hogy, hogy látta otthon az apjától, hogy <laughs> eszembe egy vicc, amikor, de még történt. bejön a plébániára valaki, és akkor két egy gyászmisét, és akkor, hát mondom, mikor is halt meg az elhunt szerette, a édesapja, Hát nem tudja, a maga apja temette. Ez én apám. Hát igen, az, az öreg plébános. Hát mondom, ne tessék haragudni, de ez nem az apám. Ő plébános, az én apám, az egy parasztember. Tehát nálunk nincs ez, hogy <coughs> elleshetnénk az apánktól, hogy ő pap volt. Mondjuk a görögöknél van ilyen, görög katolikusoknál, de nálunk katolikusoknál ilyen nincsen. Tehát ebből adódóan mindig hívni kell, és kérni kell az Urat, hogy teremtsen olyaneket, akiket megszólít, és illetve mi megszólíthatunk, és a hivatás irányába indíthatjuk őt. Egyébként a pápa ő, írt is erről egy kis könyvecskét, egy apostoli buzdítást, a Krisztus vívita, Krisztus él, ifjúságnak írta. De előzőleg arról értekezik, hogy <kül> főként a második vatikáni zsinat hozta azt a nagyszerű gondolatot, hogy végül is minden munka, ami épít, ami többé tesz, ami a szeretet civilizációját építi, az lehet hivatás. A Lumen Gentium ezt mondja, hogy egy utca seprő ember is hogy szebb legyen a föld, hivatásosan végezheti a munkáját. Tehát végül is minden munka végezhető hivatásosan. Ezt mondta a második vatikáni zsinat is, hogy amiben egyrészt a teremtő munkatársai leszünk, mert ő maga hív bennünket az alkotásra, és ugyanakkor van egy felszólítás is, már a hegyi beszédben is, hogy te olyanok legyetek, mint a mennyei atyátok, aki szüntelen munkálkodik, aki szeretiteket, aki tökéletes, tehát mindenkinek ad egy feladatot. És akkor ezen belül van, hát nyilván ö, olyan hivatás, ami kifejezetten az emberekkel foglalkozik, tanár, orvos és így tovább, de hát végül is a mérnök is az embereknek készíti a házat. Tehát ami az emberséggel kapcsolatos. De ezen belül ugye mi leszűkítünk egy külön hivatást, a papi és szerzetesi hivatást, mert az egy nagyobb elkötelezettséget és egy életre szóló meghívást kíván. Ugye manapság divat az, hogy Elvégez valaki egy egyetemet, én nem is egy olyan fiatalt ismerek, hogy elvégzi, aztán rádöbben arra, hogy hát én nem is ezt akarom, akkor végez egy másikat. Arról már ne is beszéljünk, hogy nincs az, mint régen, hogy valaki bemegy egy munkahelyre, aztán éveket, évtizedeket tölt el ott, hanem azt mondják, hogy váltani kell mindig valami mást, hogy egyrészt ne legyen unalmas, másrészt pedig hát újabb alkupozícióba kerülhetünk a munkaadóinkkal szembe, hogyha egy új munkakörbe lépünk be. Na most azért a papság, a szerzetesség az egy életre szól. És hát éppen ez neki a nagy nehézsége. Akár csak a házasságnál is a felbonthatatlanság. Mert azt mondja egy fiatal, ha mit tudom én, hogy tíz év múlva lesz -e kedvem hozzá. Most nagyon tetszik, most nagyon jó, de hogy lesz -e kedvem hozzá, azt nem tudom. És azért, én szoktam mondani, hogy nem holtomiglan, hanem untomiglan kötik a házasságot. Na most a papívatásra ez nem állhat így, hát ez ez egy életre szól, pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint, mondja a Zsoltáros, amit Jézus alkalmazunk, és Jézus után a papságra is, meg a szerzetességre is. Na hát éppen az a nagyon nehéz benne. És hogy erre kell hát, kérni az Urat, hogy küldjön munkásokat aratására. És hát azt mondja a pápa, itt nagyon körültekintőnek kell lenni, hogy mi az igazi célja, mert a világi hivatásoknál is végül is az volna az igazi cél, hogy építsem a közösséget, a szeretet civilizációját, tehát hasznos tag legyek. De az éppen egy mostani kutatást <kül> vettem figyelembe, a most végzett fiatalok mit vesznek alapul, mikor munkáért keresnek, hol fizetnek a legjobban, hol a gyors az előmenetel, és hol van a legkevesebb munka. Ezt nem én találtam ki, ezt a statisztikai hivatal mondta, megkérdeztek nem tudom mennyi ezer fiatal. mi motiválja őt az egyetem elvégzése után. És akkor nyíltan azt mondja, hogy azért megyek el külföldre, mert sokkal többet fog keresni. Tehát a pénz, az előmenetel, és aztán, hogy ne is legyek beosztott, nekem ne dirigáljanak, és az én hagyrak megszakadni. Hol van a legtöbb szabadság? De? Na most ez itt nem állhat a keresztény hivatásnál sem, még hogyha a világnak ez is a szelleme. Mert akkor akkor magunknak élünk. De hát akkor egy magának élő társadalom az oda jut, ahol, ahol, most azért Európa van. De most a világ szellemének ezt a lehúzó hatását kellene ellensúlyoznunk a papi hivatásoknál is, tehát hogy ne az számítson, hanem legyen elköteleződés. És hát hozza a pápa, hogy Jézus is meghívta a gazdag ifjút. De az úgy visszahőkült, mert valami olyasmit kért tőle Jézus, ami, ami mások volt neki. Na most a papi hivatásnál is sokszor ez van, hogy hát az már túlzás, az, az már sok. És ö, sokkal több fiatalnak megfordul a fejbe, hát amikor így egyetemistákat tanítottam Pesten, nem egyszer föltettem a kérdést, hogy eszédbe jutott te, hogy hát te pap legyél, vagy szerzetes legyél. És azért zömmel mondták azt, hogy neki keszükbe jutott. Volt ilyen gondolatuk, hogy még az is lehetne. De aztán utána nem foglalkozott vele. És hát nem is lehet mindenki az, nyilvánvaló. Na de most, ha valaki egy komoly hívást érez, vagy úgy gondolja, hogy ott kell menni, oda kell mennie, és ha mégsem megy, akkor mi van? Egy követ bűnt, azt nem mondanám, hogy elköveti a bűnt, hanem később az az sok szomorúságnak a forrása lehet. Hogy annak idején volt benne egy hívás, nem ment, aztán az a számítás jött be, amit ő utána választott, és akkor öregként, idős emberként mondja, hogy miért nem, nem is vállalkoztam. De hát ehhez kell a, a nagy segítség. És hát azt mondja a pápa, hogy itt, amikor ebbe valaki belevág, oda kell figyelni, és a megkülönböztetésnek az adományát, hogy a, a, jó és rossz szellemek között ezt. Szent Pál is mondja a megkülönböztetést, hogy mikor valami ér bennünket itt sugallat, hogy akkor az, az mitől származik? mert itt nem pillanatnyi fölhangoltságról van szó. És ez volt a szellemeknek és a lelkeknek a megkülönböztetése. Ezt különösen a jezsújták művelték Szent Ignácék. De ez nem Szent Ignácnak a találmánya, hanem már Szent Pál is beszél róla. Sőt, a keresztény ókorban, a didakhéban, volt erőszó régen, tehát a keresztény első századok írásaiba is van, hogy próbáljuk megkülönböztetést tenni a, a világ eseményének a megítélésébe. Hát csak elég arra gondolnunk, hogy itt van ez a kegyetlen háborús helyzet. Szóval ember legyen a talpán, aki úgy tud megkülönböztetni, hogy nem egyoldalú, hanem látja ezt is, azt is is, és valami bölcs dolgot tud mondani. És főként akkor, amikor az ő saját életére van hatással az, amit választ. Hát én annak idején, és lelki vezető spirituális koromban mondtam ilyeneket, hogy ilyen elbizonytalan embereknek, hogy tegyék ki magad el egy papírlapot, választ ketté, az egyik oldalra írd azt, hogy miért kell lenned papnak, vagy miért nem kelled. És akkor, de ezt ne egy nap döntsd el, hanem adjál magadnak időt. És akkor azért úgy lassan, mert a pápa azt mondja, hogy kell hozzá csend és imádság is, hogy valaki ezt a hívást, ezt ki tudja magába tisztázni, és úgy ére, gondolja, hogy ő neki el kell oda menni. Hogy aztán van-e hivatása valakinek, ugye mert főként régen volt ilyen, hogy valakinek a, az édesanyja volt a motiválója, vagy a családja, az akart, hogy pap legyen. Hát az, az abszolút a legrosszabb. Tehát ne a szülők akarjanak papok lenni, hanem ő maga akarjon pap lenni, vagy szerzetes lenni, ugye? És hát ilyenkor <kül> ugye azt kell alapul venni, hogy, hogy milyen benne a vonzódás azután, amit választott. A tizedik Szent Pius az leegyszerűsítette a kérdést, hogy ki mondhatja el magáról, hogy ő neki van hivatása. Te azt mondja, az, aki alkalmas rá, aki kedvet érez hozzá, és akit az egyház elfogadott. Tehát nyilván, hogy vannak olyan szempontok, aminek tehát iskolai végzettség, meg aztán hát egészség területén is kell egyfajta alkalmasság, egy alkalmasság vizsga. Főként a mai időkben már lehet azt mondani, hogy pszichológiai vizsga kell, mert sajnos annyi beteg fiatal van, hogy ez egy bölcsességet és nagy lelki erőt kívánó életpálya, tehát aki maga is örök labilitásban szenved, örök válságban, az hogy tud másokat segíteni. Tehát egyrészt egy, tehát lehet azt mondani, hogy normális legyen, testileg, lelkileg, ez a, ez a kritérium, és vonzódjék abba az irányba. Tehát, hogy legyen kedve hozzá. Mert nincs hozzá kedve, akkor az, az semmit sem ér. Aztán az később fejlődik, tehát azok a fiatalkori vonzódások, vagy mit tudom én, ilyen motivációk, azok kevesek egy életre, de el tudnak indítani egy irányba. És hát nagyon szükséges a példáknak, a, a jó példáknak a hatása, hogy odafigyeljünk. És akkor itt mondja a pápa, hogy hát ezekre oda kell figyelni, kísérni kell őket, meghallgatni, foglalkozni velük, ez, ez roppant fontos lenne azoknál, akik a papi hivatás irányába elmozdulnak. És hogy miért van kevesebb most, és miért, miért volt régen több. Lehet azt mondani, hogy valamikor, mit tudom én, háború előtt, vagy még előtte volt egyfajta társadalmi prestige is a papságnak kétségtelen. De azt látjuk, hogy például az 50-es években nagyon nagy volt a papi jelentkezőknek a száma. És hát éppen most van a Brenner Jánosról szóló film a vagy ők maguk tudták, hogy nagyon nehéz életpályát választanak, mert üldözték őket, meg, meg, meg minden, meg is oltak egyeseket. És mégis volt ez annak tudható be, hogy más családok voltak, más környezet volt, ami lelkileg motivált azt a fiatalt. Tehát nem a társadalmi presztízs, hogy majd milyen jó beosztásba kerülsz, hanem egy, egy elfogadottság a hívek részéről. Tehát nem beszélték le, és örültek a paknak ezt maga. Benedek pápa mondja, hogy papságon megtartó ereje, és akkor mondja, hogy azt tartotta meg őt a papságban, hogy egyrészt érdekelte a teológia, tehát itt a vonzódás érdekelte, mint a Jeremiás mondta, hogy ha beszédedre akadtam, akkor az én nekem lelki volt, tehát nem azokból lesznek villamos mérnökök, akik tök hülyék fizikából, meg matematikából, de nem azokból lesznek általában a papok, akik hittancsé si tanultak. Ugye? Tehát kell a hittan tanulás a minisztrálás, meg hogy benne lenni. És utána azt mondja a 16. Benedek, hogy számítanak rám. Hogy a, a hívek szeretete az, az nagyot jelentett, hogy hogy elfogadták őt. Nem az, hogy dicsérgették, hanem érezte azt, hogy ő fontos bizonyos emberek számára, akik örülnek, hogy van papjuk. Ugye ennek ma sokszor hiány vagyunk, bár ugye nagyon kevés a pap, hogy egészen megváltozott a társadalmi millió, és nem beszél arról, hogy le is beszélik, meg a világ forgataga, meg csábítása, az egészen más. És hát, ugye, meg az imádság a papokért, ami, ami, ami nagyon hiányzik a papi hivatásokért. Ezt mondja, és Hát minden ö, ilyen hivatás vasárnapra szoktak a pápák kiadni egy világnap üzenetet. Most már ez a 60. világnap, mert a zsinadhalat, a szent Pál pálpápa 64-be a hivatások vasárnapjához mindig kiadott egy gondolatébresztő körlevelet, ezt tette a... Ferenc pápa is, és itt utal a hatodik pál pápának az akkor elmondott imájára, és akkor mindig kiemel különböző gondolatokat, ami a pap, -papi hivatásába terelgethet, mikor azt mondja, hogy ez kegyelem és küldetés, tehát Isten ajándéka. Tehát ezt nem lehet a mai világban, hogy, hogy, hogy mintha napszámosokat, hogy megfizetjük, ilyen nincs. Ennek ez kegyelem, ez Isten ajándéka. Ugye, a, a társadalom, az állam úgy próbál megoldani egy nagy hiányt, mondjuk egy munkaterületen, hogy felemeli a fizetést. Legyen az rendőrség, katonaság, most majd a tanítóknak felemeli a fizetést. Így próbál utánpótlást biztosítani. Ez nálunk nagyon kevés motivum volna, sőt, egyáltalán, tehát Isten hívása, kegyelem kell hozzá, és ez viszont egyfajta biztonságot ad a papnak, mikor érzi a méltatlanságát, de benne van a jó szándék, tehát a jó szándéknak meg kell lenni, de érzi azt, hogy Hát sokkal különbis lehetnék, meg miért pont én lehetnék okosabb, ilyen olyanabb, ugye, meg sok minden, de ha azt mondom, hogy kiválasztotta az Isten, akkor bele nyugodni, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ebből adódóan rettentő nagy a felelősség is. De ugyanakkor azt mondja hogy ez egy küldetés is, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot ott, ahol éppen vannak vagy ova, küldik őket, és a másik gondolata ebbe a témakörbe tartozik, hogy ajándék és feladat. Gábe, Aufgabe, mint ahogy a német mondja, hogy ajándék és feladat, és ahogy a zemmauszi tanítványok mindaddig, amíg egy ilyen Krisztus élményben nem részesültek, addig, addig elfelementek Jeruzsálemtől, addig mindennek hátat fordítottak. De amikor Jézussal találkoznak úgy, hogy lángol a szívünk, fölismerik őt a kenyértörésbe is, akkor visszafordulnak, és onnétől kezdve egy ilyen belső tűz, egy belső elköteleződés volt bennük. Igen, hát ezt mondja a pápa is, hogy erre törekedjünk, és a mostani <kül> apostoli buzdítás végén hatodik Pál pápának az első ilyen levele alkalmával mondott imájával zárja a levelét, amit én most imádságként felolvasok. Ó Jézus lelkek isteni pásztora, aki meghívtad az apostolokat, hogy emberhalászokká tedd őket, vonzom magadhoz újra fiatalokat, lángoló és odaadó lelkeket, hogy követőid és szolgáid legyenek, tedd részesévé őket mindenki üdvösségére, vágyész vágyó szándékodnak, tárd eléjük az egész világ horizontját, hogy hívásodra válaszolva, folytassák küldetésedet itt a Földön, építsék a miszk, testedet, az egyházat, legyenek a föld sója és a világ világossága. A pápa, Ferenc pápa még hozzá fűzi azt is, Szűz Mária kísérjen és oltalmazzon benneteket. Hát így legyen, és adja Isten, hogy ez a pápa látogatás is itt Magyar Földön ébreszen újabb papír szerzetési hivatásokat, aminek igen nagy híján vagyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!